Na sziasztok srácok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban. Megmutatom most nektek, hogy hogyan lehet kivenni a Fortnite játékból ingyenesen elméletileg 300 V-Buckot, illetve egy ehhez a skinhez hasonló koreai skint, amit természetesen teljesen ingyenesen kaptok meg, csak különböző instrukciókat kell megcsinálni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek elméletbeli dolgok, lehozta nyilvánvalóan jó pár cikk, Magyarországon is, vagy jó pár újság, lehozta külföldön is jó pár újság, és gondoltam, hogy akkor megmutatom nektek a gyakorlatban, hogy ez hogy néz ki. Figyelj, én azt gondolom, hogy ártani nem árt, tehát hogyha nem vagyunk benne biztosak, azért próbáljuk megcsinálni, csináljuk meg, aztán majd meglátjuk, jó, majd egy következő videóban, amiben majd megmutatom, hogy meglett-e ez a skin, vagy nem lett-e meg. Ha jól tudom, akkor november 22-én, vagy olyat is olvastam, hogy 26-án jelennek meg a skinek az ökántodon, illetve a 300 V-back. Háromféle dolgot kell csinálni, le kell ugrani Leaky Lake közelében, ott vannak ugye ezek a minigémek Playgroundba, ezeket a minigémeket egyébként meg kell csinálni, és miután megcsináltad, elméletileg el kéne, hogy vigyen a Storm, úgyhogy mi megvárjuk azt, hogy elvigyen a Storm, és hát nem tudom, meglátjuk, hogy mi fog történni, remélhetően be fogja adni a skint, úgyhogy szerintem kezdjük el, csapassuk a játékot, menjünk be Playgroundra, de még előtte nagyon-nagyon fontos, hogy van itt a beállításoknál egy olyan cumó, hogy language, ha nektek nem lehet magyar, jó, mindegy, akkor az a lényeg, hogy tegyétek rá koreára, mert hogy koreai nyelven kell ezt megcsinálni. Ha minden jól megy és jól csináltuk, akkor vissza fog minket dobni a newsba. Így van, azt a betyár videlit. Jó, oké, hát remélem, hogy azért meg fogjuk találni, és itt kiválasztjuk most a Playgroundot, elfogadjuk, nem is tudtam, hogy értek koreaiul, hát mennyire gyorsan haladok már, és elindulunk befelé a Playgroundra. Tartsatok velem! Na, skacok, itt is vagyunk, elindultam Leaky Lake felé, itt, hogyha megnézed, kicsit ránagyítotok a térképre, itt van egy nagy fa. Ide a nagy fához jövünk, ugye itt vannak a minigémek. Ami szükségeltetik nekünk, az nem más, mint egy fegyver és némi golyó, mert az fog kelleni, úgyhogy itt van két láda, azt én gyorsan ki is nyitom. Legalább valami fegyót szedjünk ki belőle. Tök jó, mondjuk valami automatára gondoltam egyébként, de ez sem annyira vészes. Jó, legyen ez, maradjon ez. Na, itt vannak a minigémek. Ott egy láma, hello. Ott is egy láma. Nagyon jó. Na, itt vannak a minigémek. Az a lényeg, hogy mindegyik fajtából egyet kell kivenni. Tehát itt látjátok, hogy fából, az most kőből, illetve vasból vannak a cuccok. Hát vegyetek ki egyet-egyet. Tehát egyet fából, egyet kőből, és egyet pedig vasból. Jó? Na, hogyha megvannak ezek a cuccmókok, ez gyorsan beisszuk, nem tudom, hogy minek ne kérdezzétek, illetve ezt a grapplert is föltesszük, akkor elkezdjük őket megcsinálni. Itt látjátok is, hogyha rákatintotok, hogy van egy futós játékunk, van egy építős játékunk, és van egy célzós játékunk. Szerintem kezdjük a célzós játékot, csak valahova el kéne menni olyan helyre, ahol mondjuk több a hely. Kicsit arrébb megyek, és a vízben egyébként egyszer már megcsináltam, akkor bugol. Úgyhogy vízben ne dobjátok bele, nagyon fontos, mert be fog az egész bagolni a picsába. Úgyhogy szépen elmegyünk ide. Ide a víz mellé, és itt megcsináljuk mondjuk ezt az építőset. Itt okés is. Itt ugye az a feladatod, hogy mutatja is, hogy egy kis egyszer egyes boxot kell csinálni egy darab lépcsővel. Nem valami nagyon bonyolult. Itt van, odamész. Csinál, megfordulsz egy ilyet, és megnézed, hogy hova van a lépcső, melyik oldalra, és megcsinálod. Második, az a, legyen a célzós, oda is egy viszonylag elég nagy hely kéne. Legyen mondjuk. Jó. Ez így okés lesz. Oké. Ide beállsz, és két opció van, az egyik ugye, hogy elkezded a játékot. Mindjárt jön, és itt fog állni egy ember nagyjából, és azt elkezded lőni folyamatosan fejbe is, és nem foglalkozol a többivel, mert közben van hátul is egyébként, tehát hogyha arra is nyugodtan lőhetsz. Igazából teljesen mindegy, a Dimi is fogja nézni. Elvileg. Hú,
úgyhogy szerintem maradj a legközelebbinél. Ezt pedig végig csinálod addig, ameddig az idő megy. Ennyi. 4505, tökéletes. Megvan a második küldetésünk is. Na itt a harmadik, a célzós. Nagyjából megcsináltam a pályát, illetve hát egyszer el is rontottam már, úgyhogy ez nem olyan egyszerű ám. Mert ugye ez a része ez itt full fel is bomlik. Oké. Okay. Oké. Okay. Megyünk még egy szintet. Yes! Megvan! Elméletileg megcsináltuk, sőt gyakorlatilag is megcsináltunk. Egyetlen egy feladatunk van még. Többen mondták azt, hogy nem kell meghalni a körbe, meg kell halni a körbe. Én azt mondom, hogy halljunk meg a körbe, skacok. Méghozzá azért is, mert sokan sokfélét állítanak. És ez a legabszurdabb, tehát ha nem kell meghalni a körbe, akkor is halj meg a körbe, mert hogyha meg esetleg meg kell halni a körbe, és nem haltál meg, akkor meg cumi van. Úgyhogy én azt fogom csinálni, hogy fogom, ki fogok menni, mit tudom én, ide a map szélére, kiépítek, és eltávozom a körben. Jó, úgyhogy lesz itt egy vágókép, a szélén találkozunk. Na úgy néz ki, hogy a végére értem, idáig tudtam kiépíteni, srácok. Hát azért... Azért na. Úgyhogy fogjuk. Hello. Berepülünk a vízbe. Megnyighajlunk. És akkor elméletileg ennyi. Hát remélhetőleg meg fogjuk kapni a skint. Még egyszer mondom, ez vagy 22-én, vagy 26-án. Számomra ez se tisztázott, mert láttam már ilyet is, meg olyat is. Ebben az időközön, vagy ebben az időközben valamikor, ha minden jól megy, akkor meg fogjátok kapni a 300 V-Buckot, illetve ennek a koreai skinjét. Legyen szerencsénk, figyeljetek, egy próbát megér. Akinek tetszett a videó, az ne felejtsen el dobni mindenféleképpen egy lájkot, egy feliratkozást, és írjátok le kommentbe, hogy ti kipróbáltátok-e már, illetve meg fogjátok-e csinálni. Valamint találkozunk a Playten hétvégén. Sziasztok!